33 11 24 24 radiokukac.mezőtúr.com, facebook.com/.radio. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ismételtem, valamint köszöntöm most már a Pont Televízió nézőit is. Ahogy azt beharangoztam az első órában, beszélgetni fogunk még pedig politikáról, aktuál politikáról. Ez alkalommal köszöntöm Rózsa Endrét, az MSZP Jászmegyúr Szolnok megyei elnökségi tagját, frakció vezetőjét. Köszöntelek a stúdióban. Szép jó napot kívánok. Nagyon sok témánk van, úgyhogy nem is fecséreljük tovább az időt. Talán kezdjük szűkebb hazánkból, Jászmegyúr Szolnok megyéből. Ugye pénteken lesz majd a soros közgyűlési ülésetek. Talán ejtsünk erről néhány szót az MSZP szempontjából, miért lesz fontos ez a közgyűlés. Igen, hát a megyei közgyűlésnek a soros ülésére kerül sor most pénteken. Amiért én fontosnak gondolom ezt a közgyűlési ülést, nagyon sok témánk van, mint ahogy az általában lenni szokott, de egy olyan ügy fog, egy olyan napirend fog a közgyűlés elé kerülni, amit én magam is szívügyemnek tartok. Ez pedig a Bursa Hungarica elnevezésű ösztöndíjprogram. Talán annyit érdemes erről elmondani Dióhéjban a rádióhallgatóknak, tévénézőknek, hogy a nehéz sorból, a szociálisan hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekeknek a felsőfokú tanulmányaihoz járul hozzá ez az ösztöndíjrendszer, amelyhez évről évre önkormányzatok csatlakozhatnak, helyi önkormányzatok, illetve megyei önkormányzatok országszerte. Na most én évelején javasoltam, látva egy akkori közgyűlési anyagot, hogy folytatni kell ezt a programot, hiszen abban az ominózus közgyűlési anyagban az foglaltatott, hogy kifutóban van ez a program, ami a Jászmegyúr Szolnok megyei önkormányzatot illeti. Sok éven át része volt ennek a programnak az önkormányzat, támogatott, mikor kevesebb, mikor több hátrányos helyzetű, szociálisan hátrányos helyzetű gyermeket, hogy el tudjon menni főiskolára, el tudjon menni egyetemre, ki tudjon emelkedni a környezetéből. Én azt gondolom, hogy ennél nem célt nehéz találni. Tehát éppen ezért gondolta azt az MSZP megyei közgyűlési frakciója, hogy oda kell állni emellé az ügy mellé, és amikor láttuk évelején, hogy ki fogja futtatni a megyei önkormányzat ezt a programot, akkor rögtön azt a javaslatot tettük, hogy maradjunk benne ebben a programban, mint megyei önkormányzat, és el kell mondjam, hogy már akkor is a szakbizottságnak az elnöke, illetve a megyei közgyűlés elnöke is támogatásáról biztosított ebben bennünk. Most jött el az ideje, hiszen minden évben novemberig kell jelentkezni az önkormányzatoknak, hogy majd a következő tanévben részesei szeretnének lenni ennek a programnak, tehát most jött el az ideje, hogy erről közgyűlési döntés szülessen, és éppen a mostani pénteki megyei közgyűlési ülésen tárgyaljuk ezt a napirendet. Nagy örömömre szolgál, hogy egy olyan anyag fog bejönni a közgyűlés elé, ami támogatja a mi javaslatunkat, a mi kezdeményezésünket. Én abban bízom, hogy ezt minden frakciója és minden tagja, képviselője támogatni fogja a megyei közgyűlésnek. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy pártok felett álló ügy, és amennyiben a megyei közgyűlés többsége támogatni fogja ezt, akkor én azt gondolom, hogy jár egy köszönet. Nagyon sokat csatározunk egymással mindenféle politikai közéleti kérdésekben, de amikor egy ilyen ügy mellé oda tudunk állni együtt, és még egyszer mondom, hogy pénteken nagy valószínűséggel ez így fog történni, akkor azt hiszem, hogy van helye a dicsérő szavaknak is, meg van helye a köszönetnek. Nem gondolom, hogy azt kell nézni mindig, hogy ki a javaslattevő, sokkal inkább magát az ügyet. Fogunk ma még olyan dolgokról beszélni, ahol sajnos a kormánypárti többség azt nézte, hogy ki a javaslattevő, nem pedig magát az ügyet. Még egyszer mondom, hogy ez egy jó történet itt a megyében, és bízom benne, hogy pénteken támogatásra talál, és ezáltal a szegény sorból induló gyermekeket tudjuk támogatni felsőoktatási tanulmányaikban. Ez lesz a legfontosabb pontja számomra a pénteki megyei közgyűlésnek. Kifejtve a Bursa Hungarikát, ugye ez helyi szinten is működik, így de van, ugye megyei igen. Szinten is, ahogy említetted, ide ki ajánlhat diákot? Hát ide ugye, és meddig, bocsánat. Igen, ugye novemberben kell, amint mondtam, a következő tanévre jelezni az önkormányzatnak, hogy majd részt kíván venni. Tehát nyilván ennek majd meg lesz a pontos menetrendje, pontos határidői. Egyelőre ugye most arról beszélünk, hogy a 2016-17-es tanévben a megyében élő, megyében lakcímmel rendelkező akkori főiskolai egyetemi hallgatóknak a támogatása fog megtörténni. Én azt hiszem, hogy azt örömmel tudom válaszolni,
vállalni azt a feladatot, hogy amikor majd eljön ennek az ideje, akkor a pontradion.tv-n keresztül is támogatjuk, illetve jelezzük az érintetteknek, hogy milyen módon tudja támogatni a megyei önkormányzat őket. Határidőkkel, egyéb feltételekkel meg fogjuk tenni ezt a tájékoztatást, hogyha lehetőséget adtok erre. Természetesen. Néhány gondolat elejéig még a közgyűlésnél maradva. Vannak-e esetlegesen olyan pontok majd ezen a közgyűlésen, amiről beszélhetünk, ami még fontos lehet a megyét érintőleg? Mindenképpen. Én azért kezdtem a Bursa Hungarikával, mert tényleg egy pártok felett álló ügynek gondolom, ami viszont nagyon komoly pártpolitikai csatározásokra adott komoly okot az elmúlt fél évben, az az M4-es autópályának az ügye. Most jön az illetékes hatóságtól Budapestről majd egy előadó, aki sajnálatos módon az előző szeptemberi közgyűlésen az utolsó pillanatban mondta le a részvételt. Igazándiban én azt remélem, hogy konkrétumokat fogunk hallani pénteken, hogy mikor, hogyan, milyen forrásból fog folytatódni az M4-esnek az építése. Én azt hiszem, hogy rengeteget beszéltünk itt is és más fórumokon is arról, hogy rendkívüli károkat okoz a térségünknek, a megyénknek, hogy leállt ez az építkezés. Hát immáron azt tudom mondani, hogy lassan 8 hónapja, hiszen március második fele óta nem történik semmi. Az M4-es ügyében, hát sajnos azóta megtudhattuk azt is, hogy már nem is autópálya lesz a kormány, ezáltal nem fogja betartani az ígéretét, hiszen ők maguk, illetve a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjei, polgármesterjelöltjei mondták el és ígérték a tavaszi, illetve őszi választási kampányokban, hogy 2016. szeptemberére, tehát alig egy év múlva meg lesz az M4-es autópálya. Hát azt gondolom, hogy ilyen kieséssel, ami most történt az elmúlt 8 hónapban, ez majdnem lehetetlen, hogy az eredeti és általuk vállalt határidőre megvalósuljon. De én azt gondolom, hogy nagyon komoly megyei, nagyon komoly térségi ügy, de régiós ügynek is mondhatnám, hiszen itt ugye Szolnok megyéről, Hajdú-Bihar megyéből nagyon sokan járnának ezen az M4-es autópályán. Én azt remélem tényleg, hogy pénteken konkrétumokat fogunk megtudni, hiszen egyfelől közlekedésbiztonsági okokból nagyon fontos, hogy mielőbb normális út vezessen a térségünkbe, hát másrészt pedig ugye gazdasági okokból, ezt nem győztük elégszer elmondani az elmúlt hónapokban. Amikor majd egy normális európai út fog a térségbe vezetni, akkor lehet abban reménykedni, hogy jóval több befektető érkezik a térségünkbe, és ezáltal munkahelyeket teremtenek. Ugye a közlekedés biztonsági oldalt meg nem gondolom, hogy a megyében bárki számára hangsúlyozni kellene. Gyakorlatilag hétről hétre történnek a 4-es út megyei szakaszai halálos balesetek. Amikor nagyobb baleset van, akkor a 4-es melletti városok bedugulnak, akár fél napra. Most volt erre példa Szolnokon egy néhány héttel ezelőtt, de korábban volt Törökszent Miklóson is ilyen, tehát számos oka van annak, amiért, hát ha nem is autópályát az eredeti ígéretnek megfelelően, de egy 4-sávos utat megvalósítson a kormány. Azt remélem, hogy pénteken tényleg konkrétumokat hallunk ezzel kapcsolatban is, és haladni fog innentől kezdve ez az építkezés. Erről természetesen be is fogunk majd számolni. Egy picit tekintsünk ki az országos politikára is. Talán elsőnek ugye Hiller Istvánról kell beszélnünk. Ugye újra bejelentkezett, hogy posztot szeretne majd vállalni az MSZP-n belül, és sürgeti a baloldal megújítását. Nem tudom, hogy mennyire látsz ebbe bele. Mire gondolhat itt Hiller István? Azzal kezdeném, hogy én nagyon örülök annak, hogy számos tehetséges és alkalmas politikus van az MSZP-ben vezető szerepekre. Ugye azért van ez a kis habverés, hogy így mondjam itt az elmúlt hetekben, mert az MSZP előtt áll egy kongresszus november végén, nem egész 3 hét múlva. Általában ugye azt el kell mondani, hogy a média számára egy ilyen kongresszus, bármelyik pártról is legyen szó, akkor igazán érdekes a tisztújításra kerül sor, hiszen a személyi kérdések valahogy mindig jobban megmozgatják az embereket, miközben egyébként sokszor tartalmi oldalról, programalkotás oldaláról hosszú távon érdemben fontosabb információk hangozhatnak el, de hát ilyen az ember természete, a versengést azt mindig szereti, a tisztújítást övező izgalmas
témát mindig szereti. Na most, amit el kell mondani a mi közelgő kongresszusunkról, hogy ez nem egy tisztújító kongresszus lesz, hiszen az MSZP-ben az a menetrend a lapszabály szerint, hogy 2 évente van tisztújítás, tavaly nyáron történt legutóbb ilyen, tehát ez azt jelenti, hogy majd jövő év közepe táján, nyár elején, ahogy majd arról rendelkeznek az MSZP megfelelő testületei, akkor kerül sor egy tisztújításra. Mindig úgy szokott ez történni, hogy először helyi szintű tisztújítás, utána megyei, majd pedig az országos, és akkor egy teljesen új, vagy részben új, hát mikor dönt a tagság, feláll egy új vezetés, akinek 2 évre az a feladata, hogy a megfelelő szerveit az MSZP-nek vezessék. De hangsúlyozom, hogy most nem kerül sor ilyen tisztújításra, majd jövő nyáron. Ami a célja ennek a november végi kongresszusnak, az egy iránymutatás, az egy programalkotás, és természetesen ennek okán számos javaslat, számos nézőpont, vélemény elhangzik itt az elmúlt hetekben. Én nem gondolom azt egyébként, hogy a belső viták azok borzasztóan fontosak lennének a nyilvánosság számára. Én sokkal inkább arról szeretnék beszélni, hogy milyen problémái vannak ma Magyarországnak, milyen problémái vannak ma a térségnek, mert nem hiszem, hogy egy ellenzéki pártól akár azt várják a rádióhallgatók, tévénézők, hogy a belső ügyeket teregessük. Minden családban vannak természetesen viták, minden pártcsaládban is vannak viták. Én azt gondolom, hogy a végére egy pezsgő vita után össze fog állni egy olyan irány, ami előre mutató, és ami valós alternatívát tud kínálni a következő évekre, hogy amikor majd a választáshoz érjünk, akkor egy baloldali szövetség érdemi eséllyel induljon a Fidesszel, illetve a Jobbikkal szemben. Éppen a múltkori műsorban beszéltünk arról, hogy ez távolról sem elérhetetlen, hiszen a közvéleménykutatások szerint körülbelül 1/3 baloldali szavazó van ma. Tehát ha végig gondoljuk, akkor a mai választási rendszerben 35-40%-kal választást lehet nyerni, hiszen egyfordulós a választás. A mi dolgunk az a következő időszakban, a következő években, hogy olyan ütőképes alternatívát alkossunk, ami le tudja győzni a Fideszt és le tudja győzni a Jobbikot. Ez a következő időszak feladata, és én tartalmi ügyekről szeretnék beszélni, mert ez az igazán fontos, ez érinti az embereket, ez érinti a mindennapokat. Beszéljünk akkor a program alkotás, hogy az elmúlt hetek MSZP szempontjából egyik legfontosabb történés, ugye a gyermekéhezés felszámolása, ugye különböző indítványokat is letettetek a parlament elé, amit nem sikerült véghez vinni. Mit tartalmaz ez az indítvány? Én picit pontosítanék, az MSZP, illetve az ellenzéki pártok támogatják a gyermekéhezés felszámolására tett javaslatokat, de maga a javaslat az civilektől származik. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy civil program, egy civil kezdeményezés indult ennek érdekében. Talán emlékezhetnek rá a rádióhallgatók, tévénézők, egy olyan másfél hónapja kerülhetett sor a Budapest Sportarénában egy nagy koncertre számos országosan ismert művész szereplésével. Ennek a Nemzeti Minimum volt a neve ennek a napnak, ennek a programnak, és hát nem véletlen, hogy Nemzeti Minimumról beszélnek a civilek, hiszen hát mi lehetne egy olyan legkisebb közös többszörös, amiben mindenki egyetért, az, hogy a gyermekek ne éhezzenek. Tehát ugye annyiféle sors van, annyiféle család van itt a 10 milliós lakosság körében, hogy azt elmondani nem lehet, de azt hiszem annak alapelvnek kell lennie, hogy a gyermek az nem tehet arról, hogy honnan indul, hogy milyen körülményeket tudnak számára teremteni a szülei. Tehát én azt gondolom, hogy az alfája és omegája mindenféle szociálpolitikai lépésnek az, hogy a gyermekek ne éhezzenek. Tehát ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly szaktekintélyekből, közismert emberekből álló civil társaság tette egy javaslatot, ezt karolták föl az ellenzéki pártok a parlamentben, és el kell mondjam, hogy nagyon komoly furcsaságok történtek az ügy kapcsán, hiszen amikor már konkrét parlamenti anyag született ebben a témában, akkor azt minden párt aláírta, a KDNP kivételével, nem tudom, hogy ilyenkor a keresztényi énjük egyébként hova tűnik, de hangsúlyoznám, hogy a Fidesz maga is aláírta ezt a javaslatot. Majd amikor bejött a bizottság elé múlt héten hétfőn, tehát ez nagyon friss hír,
akkor egész egyszerűen a kormánypárti többség leszavazta ezt a kezdeményezést, ott ültek a civilek, akik szót kaptak maguk a kezdeményezők, és hát értetlenül állt és ült ott mindenki, hogy akkor mi is történik itt, hiszen amikor valaki aláír egy előterjesztést, egy javaslatot, majd pedig 3 nap múlva nem ért egyet a saját javaslatával, hát azt gondolom, hogy az nagyon furcsa. És hát gyakorlatilag dolga végezetlenül kellett, hogy távozzanak a képviselők, civilek erről a bizottsági ülésről, hiszen a bizottság még csak a parlament elé sem engedte ezt az ügyet. És ami egyébként még nagyon furcsa és nagyon szomorúnak tartom, az esztövező magyarázkodás. Tehát a KDNP frakcióvezetője elmondta, hogy hát ők ilyen baloldali kampánytémában nem vállalnak szerepet. Hát most persze lehet azt mondani, hogy ez kampánytéma, de egy nagyon-nagyon valós kérdés ma Magyarországon, amikor szakemberek és nem politikusok szerint nap mint nap 50 ezer gyerek éhezik, és több százezer gyermek nem tudja megkapni a megfelelő táplálékot. Ugyan nem éheznek, de hát nem kell mondani, hogy egy gyermek fejlődésében és több százezer gyermekről van szó. Mit jelent az, hogy rendesen tudjon táplálkozni, rendes ételhez jusson nap mint nap? Én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon messzire kellene terelni a pártpolitikát ettől az ügytől, és hogyha a valamiben, akkor ebben az ügyben egyet kellene, hogy értsenek a pártok. Miközben egyébként, és erre nagyon sokat hivatkoztak múlt héten a politikusaink, most felcsúton épül 3 milliárd forintért a nemzetkazánháza, hogy így mondjam, ugye a focipályák mellé épül egy Makovec stílusú kazánház, tehát az esze megáll az embernek. Tehát 3 milliárd forintból, és 3 milliárd forintból azért rengeteg gyermeket lehetne nap mint nap étkeztetni, és én azt gondolom, hogy ebben tudni kellene egyetértenie minden politikai erőnek. Amit még érdemes elmondani az ügy kapcsán az, hogy megy tovább egyébként még a parlamenti szakaszban, mert vannak olyan eljárások, amik kapcsán oda lehet vinni, de hát sajnos nekem abban nincsen illúzióm, hogyha amellett foglalt állást a kormánypárti többség, hogy ezt nem támogatja, akkor vélhetően a következőkben sem fogja. Hát ha másképp lesz, én fönntartom magamnak a tévedésüket, és remélem, hogy tévedek ebben az ügyben. És még arra érdemes talán kitérni, hogy arra hivatkozik a Fidesz, hogy de hát ott van a iskolai, óvodai étkeztetés, na de hát vannak ugye szünetek, van téli szünet, nyári szünet, és így tovább. Hát azért itt összességében egy éven át hosszú hónapokról beszélünk, és mi ezt a problémát is szeretnénk kezelni, hogy ne csak az iskolához kötődjön a gyereknek az, hogy majd rendes ételt kap. Remélem, hogy ebben nagyon gyorsan lesz egy megoldás, mert az ország költségvetéséhez viszonyítva azért ez nem egy nagy összeg. Remélem, hogy valami előrelépés fog történni. Konkrét, amit tartalmaz ez a javaslat? Tehát halljuk, tehát elmondtad, hogy mi a jelenlegi helyzet, hogy igen, a szünetekben is valamilyen szintű ellátást kellene a gyerekeknek biztosítani, de mik azok a konkrétumok, amikre itt gondoltok? Igen, én egyébként ennél komolyabb konkrétumot, meg programpontot nehéz mondani, mint hogy az év minden napján minden gyermek Magyarországon normális étkeztetést kapjon. Tehát azt hiszem, hogy ez leírja a lényeget, és itt azért van szakmai álláspontban eltérés, meg azt gondolom, hogy emberségességi oldalról, hogy így mondjam, van eltérés a két oldal között. Nyilván nagyon fontos, hogy a gyermek étkeztetés az óvodai, iskolai időszakban megtörténjen, de Mi van a többi hónapban? Most lesz egy jó 2 hetes téli szünet. Azt mondják, én ezt nem szoktam számolgatni, de azt mondják, hogy az elmúlt sok évnek a leghosszabb téli szünete következik, és ez nem demagógia, ez bizony több százezer családnak egy nagyon komoly megoldandó feladat lesz, hogy akkor normális ételt adjon a gyermeknek. A javaslatcsomag erről szól, és tényleg számtalan részlete van, de én azt hiszem, hogy ebben most talán nem érdemes elveszni. Ennél egyértelműbbet és egyszerűbbet nem tudunk mondani, mint hogy ne legyen olyan gyermek az országban az év egyetlen napján sem, aki éhezik. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik ugye mint a Menza program. Ugye nem régiben itt is
hát voltak lopások, de most nem erre vagyok én kíváncsi igazság szerint, hanem a minőségi okokra, ugye erre is felhívta az MSZP, vagy a baloldali politikusok, bocsánat, nem emlékszem pontosan, hogy melyik párt a figyelmet. Igen, én akkor megmondom rögtön, mert hiszen ez egy tegnapi történés volt, ráadásul egy elég látványos, és szerintem egy remek akció keretében sikerült a parlamentben felhívni arra a figyelmet, hogy hát itt bizony ezzel a Minta Mensa programmal vannak gondok, mert természetesen fontos az egészséges étkeztetés, én ezt nem kétlem magam is szülőként, azért törekszem arra, meg törekszünk arra a feleségemmel, hogy azért amennyire lehet kordába tartani egy gyereket, azért kevesebb édesség legyen, meg tényleg egészségesen tudjon étkezni. Na de ha azt a nagyon rendkívül egészséges ételt ott hagyja a gyerek a tányéron, akkor ugye mit sem ér az egész. És éppen tegnap volt egy olyan akció, ahol két országgyűlési képviselője az MSZP-nek, két hölgy, akik gyakorló szakácsok, egyikük gyakorló három gyerekes édesanya, ők főztek meg a Minta Mensa receptjei alapján egy borsófőzeléket, és hát azt kínálgatták kis tálkákban tegnap a parlament folyosóin a képviselőknek, és mellé tettek egy petíciót, hogy hát hogyha ízlik a képviselőnek ez a Mensa koszt, akkor járuljon hozzá ahhoz az aláírásával, támogassa azt az aláírásával, hogy ott a parlamentben is egyébként hasonló recept szerint főzzenek. Hát ez nem hiszem, hogy meglepő, hogy egyetlen egy képviselő sem írta alá. Viszont ebben van egy iszonyatos kettősség, én azt gondolom. Tehát nyilván nem gondolja senki, hogy egy mensai adagot kell lenni egy felnőtt embernek, na de azért visszás a dolog, hogyha rendelkezik a parlament arról, hogy ez meg ez legyen a Minta Mensa programnak a menete. Nyilván most a recepteket én nem gondolom, hogy képviselők állítják össze, de amikor a valósággal szembesítik őket, akkor hát eltolják maguktól ezt az ügyet, és hát gyakorlatilag azt mondják, hogy hát ők maguk sem ennék meg azt az ételt, amit a Minta Mensa program meg reform keretén belül a gyermekeinek meg kell lenni. Én remélem, hogy ebbe is azért kis lazítás lesz, és az egészséges étel azért tehető is lesz, mert az a fontos, hogy a gyerek megegye bármilyen egészség, és tényleg semmit nem ér, hogyha nem fogyasztja el a gyermek. Lépnünk kell tovább a következő témánkra, és talán ez is összekapcsolható az előző témával. Ez ugye a fizetésemelések témaköre, ez is egy fontos zászlóhajó. Hogyne, így van. Zászlóshajó, igen, de egy fontos ügy. Tényleg az MSZP, illetve a baloldal számára, hogyha a médiát követők találkoztak ezzel a kezdeményezésünkkel, annak nagyon örülök, de azért azt gondolom érdemes egy picit részleteibe belemenni, hiszen az elmúlt egy hónapban nagyon komoly és érdemi javaslatokat tett az MSZP annak érdekében, hogy mielőbbi átfogó fizetésemelési programra kerüljön sor Magyarországon. De mi is indokolja ezt, hiszen induljunk a KH-tól és nézzük meg, hogy mi miért gondoljuk azt, hogy átfogó fizetésemelésre van szükség. Hogyha megnézzük az elmúlt most már öt és fél év Fidesz kormányzását, akkor azt lehet mondani, hogy a minimálbér nettóra elértéke az semennyit nem nőtt. Tehát itt attól zeng a média évek óta, hogy ennyivel meg ennyivel emelték a minimálbért, tehát a bruttó minimálbért. És nagyon fontos elmondani, minden egyes alkalommal én is törekszem rá, hogy elmondjam, ez most is így van, hogy annak idején, amikor az MSZP kormányzott koalíciós partnerével, akkor nem volt adóköteles a minimálbér, és aki kevesebbet keresett, az adójóváírást vehetett igénybe. Tehát ott érdemben 2011 környékén visszavágták a keveset keresőknek a bérét azzal, hogy megadóztatták a minimálbért, illetve kivezették az adójóváírás lehetőségét, és hiába emelkedik ilyenkor a bruttó minimálbér, mert a bruttó ugye azt jelenti, hogy akkor nőnek az államkasszának a bevételei, az állami költségvetésnek a bevételei, miközben a zsebben kevesebb marad. Hát mi azt mondtuk egyébként tavaly is a választási kampányban, hogy nettó, tehát nem bruttó, hanem nettó 100 ezer forintos minimál bérre van szükség, és nem utolsó sorban azért mondtuk ezt, mert persze látjuk az óriási megélhetési problémákat, de hogyha gazdasági oldalról nézzük, akkor ez a növekmény, ez az utolsó forintig visszaáramlan az államkasszába, meg a kereskedelembe, a gazdaságba, hiszen akinek volt eddig 80 ezer forintja, most lesz 100 ezer forintja, azért az
el fogja költeni a boltba jó esélye, hiszen itt nem arról beszélünk, hogy valaki keresett eddig 1 milliót, most meg 1 100 000-et, de az nem fog több szalámit venni, meg kaviárt, meg nem tudom, tehát most próbálom persze sarkítani a dolgot, de hogyha egy keveset kereső, kevés pénzből megélni kénytelen családról beszélünk, akkor ők lehet, hogy vesznek majd a Parizer helyett szalámit, a régebbi autót lecserélik egy újabb autóra, és így tovább. Tehát hosszan lehetne ezeket a példákat sorolni, tehát ezért mondtuk, hogy a nettó minimálbért kell emelni. De visszatérve az okokra, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók érdemi béremelést nem kaptak 6 éve. Tehát nem kell mondani azt hiszem, hogy aki az egészségügyben dolgozik és nem orvos, annak milyen gyalázatos pénzt kell hazavinnie hónapról hónapra, miközben azért szívét, lelkét kiteszi egy gondozottért, egy ápoltért, egy betegért, aki ezen a területen dolgozik. Ami szintén indokoltá tesz egy fizetésemelési programot, az, és réges-régen mondjuk, évek óta mondjuk, hogy az elmúlt években, 2010 óta közel 500 000-an hagyták el az országot, és keresnek megélhetést, vagy jobb megélhetést Nyugat-Európában. Itt bujkál bennem a kis ördög, és teszek egy zárójelet, valahogy nem az illiberális keleti országokba távozik Magyarországról, aki jobb megélhetést keres, hanem Nyugat-Európába. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a további kivándorlást megállítsuk, szintén hozzá tudna járulni egy fizetésemelési program, és ami egyébként az elmúlt napoknak a híre, hogy már régen nem a nyugat-európai országokkal versengünk fizetésekbe, hanem a közép-kelet-európai országokkal, de már ott is le vagyunk maradva 15-20%-kal. Tehát Magyarországon ma 15-20%-kal alacsonyabbak a bérek átlagosan, mint Lengyelországban, Csehországban vagy Szlovákiában. Tehát éppen ezért gondoljuk, ez egy számos ok volt, és még jó néhányat persze ide lehetne sorakoztatni, ami miatt nagyon gyorsan egy átfogó fizetésemelési programra van szükség, és nekünk erre konkrét javaslatunk van, amit egyébként a parlamentnek is beterjesztett az MSZP frakciója. 5 pontból áll ez a javaslatcsomag, ez 5 kereseti határhoz igazodik. Amint már említettem, a minimálbért mi nettó 100 000 forintban szeretnénk meghatározni. Ez emellett kiálltunk már tavaly is a választási kampányban, továbbra is fenntartjuk ezt a javaslatunkat, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb megértésre talál. A második pontja a javaslatunknak, hogy a középfokú végzettséget igénylő szakmákban ne legyen senki, aki nettó 125 000 forintnál kevesebbet keres, tehát ez legyen a garantált bérminimum. A harmadik pont, hogy egyetlen közalkalmazott se kapjon nettó 150 000 forintnál kezdőfizetésként kevesebbet. Természetesen, ahogy haladnak előre az évek, azért ez ugye emelkedik az ismert formában. A negyedik pontja a javaslatunknak, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők keressenek legalább nettó 175 000 forintot, az ötödik pont pedig, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkezők nettó 200 000 forintot. Én úgy gondolom, hogy ezek elég könnyen megjegyezhető összeghatárok, kereseti határok, és erre tényleg azt látjuk, hogy nagyon nagy szükség van, és rögtön hozzá is teszem, meg gondolom ezt szeretnéd megkérdezni, hogy így elébe menjek, hogy miből lehet mindezt megcsinálni. Természetesen amikor az ember tesz egy komoly javaslatot, akkor amellé azért illik oda tenni, hogy miből is szeretné ezt megvalósítani. Az MSZP számításai szerint egy ilyen fizetésemelési program, az körülbelül 800 milliárd forintba kerülne éves szinten. Egyébként ez az ország költségvetésének, éves költségvetésének mindössze 4%-a, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy nagy hányadát tenné ki, de mondok több forrást, ahonnan megvalósítható lenne évről évre ez a fizetésemelési program. A következő években az előrejelzések arról szólnak, hogy körülbelül átlagosan 2,5%-kal fog nőni a gazdaság, ugye évről évre a GDP elvileg nőni fog, ez pedig évről évre olyan 400 milliárd forint plusz forrást jelent az állam költségvetése számára, ugye adókon és egyéb forrásokon keresztül visszafolyik ennek egy része, ennek a gazdasági növekedésnek egy része. Tehát itt már ugye rögtön a fele megteremthető lenne ennek a háttérnek. És amit szintén azt hiszem, hogy nem lehet elégszer elmondani, hogy 100 milliárdokat szór évről évre fölösleges dolgokra, a kormány, úri hóbortokra, korrupcióra,
hogy itt kiemeljem a Nemzeti Bankot, ami szerintem egy óriási botrány, amit csinálnak, és nem kap elég publicitást. A Magyar Nemzeti Bank az nyereséges jelen pillanatban. Vannak olyan évek egyébként egy Nemzeti Bank életében, amikor nyereséges, meg van olyan, amikor veszteséges. Amikor egyébként veszteséges a Nemzeti Bank, akkor a költségvetés a mindannyiunk pénzéből, adóforintjaiból kiszokta pótolni azt a hiányt. Amikor viszont nyereséges, a korábbi időszakban, a baloldali kormányok idejében ezt a többletet, amit az adott évben hát keresett a Nemzeti Bank, azt mindig befizette az állam költségvetésébe. Sajnos ez most nem így történik, ehelyett 100 milliárdokat ver el a Matolcsi vezette Nemzeti Bank, erről azért lehet olvasni itt-ott-amott ingatlanokra, műkincsekre. Azt gondoljuk, hogy teljesen fölöslegesek ezek a kiadások, és az a javaslatunk, az a határozott követ, hogy fizesse be a Nemzeti Bank az államkasszába a nyereségét, az éves többletet, mert ezt azért sokkal fontosabb dolgokra lehetne fordítani, mint ingatlanvásárlás, meg műkincsvásárlás. Éppen tegnap este olvastam egy hírt, hogy a Matolcsi vezette jegybank most közel 1 milliárd forintért vesz Balaton akaratján üdülőt, ahol a polgármester Matolcsinak a felesége. Tehát vérlázító dolgok ezek, és milliárdok, százmilliárdok mennek ilyen dolgokra, ilyen teljesen fölösleges kiadásokra. Ezekből lehetne a fizetés emelési programot megvalósítani. És még tényleg, hogy mondjak két konkrét példát, mert számításokat végeztünk, arra se lehet elégszer kitérni, hogy a felcsúti stadion 12,5 milliárd forintból épült. Ugye egy több férőhelyes az a stadion, mint maga a településnek a lakossága. És amikor azt mondja most hétvégén a miniszterelnök, hogy hát azért bírálnak minket, mert itt valami történik, akkor nekem csak annyi a vágyam, hogy az összes többi hasonló méretű, meg kisebb-nagyobb településen történjen hasonló fejlődés Magyarországon, mert az egész egyszerűen vérlázító, hogy a miniszterelnök falujában már minden van az égvilágon, ugye most kisvasutat építenek, meg Makovec stílusú kazánházat, miközben nem kell mondjam, hogy a térségünkben egy hasonló méretű település akár milyen gondokkal küzdködik. Na de vissza a konkrét számszaki oldalra, 12,5 milliárd forintból, amiből felépült annak idején a felcsúti stadion, 250 ezer tanárnak lehetne egy hónapban az 50 ezer forintos béremelését finanszírozni, és hogy most mondjak egy konkrét megyei példát, és megint az M4-eshez térek vissza, mert erről sem tudok eleget, vagy elégszer beszélni. Az M4-es autópálya építése ugye áll, és hónapról hónapra 50 millió forintot fordítanak őrzésre és állagmegóvásra, ami közös pénzünkből, és egy júniusi kormányhatározat az arról tanúskodik, hogy két éven belül, most idén márciustól kell számolni a két évet, nem fog folytatódni az építkezés. Ez van benne a kormányhatározatban, hogy két éven belül kell folytatni. Most nem gondolom, hogy ha nem lenne olyan szándék, hogy majd akkor folytatják, akkor belekerülne egy kormányhatározatba. Tehát mi abból indulunk ki, hogy ugye két év, 24 hónap felszorozva az 50 millió forintos őrzési állag megóvási költséggel, az 1,2 milliárd forint teljesen fölöslegesen kidobott pénz. Ez például 24 ezer embernek a havi 50 ezer forintos béremelését fedezné. Tehát itt tényleg kiki ismereteinek, meg vérmérsékletének megfelelően tud innen-onnan forrásokat találni. Összefoglalóan azt kell mondani, hogy ez egy olyan program, ami körülbelül 700 ezer embert érintene, aki a közszolgálatban, közszférában dolgozik. Természetesen a gazdasági szféra, a magánszféra az egy nehezebb történet, hiszen ott nem lehet egy ekkora béremelést hirtelen rákényszeríteni a vállalkozókra, illetve ha rá lehet, akkor ezt egy nagyon komoly adóreform keretében kell megtenni, hiszen valamit még ki tud gazdálkodni egy vállalkozás, valamit meg már nem. Tavaly is egyébként nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen járulék kedvezmények társulnának a nettó 100 ezer forintos általunk javasolt minimálbérhez. Tehát úgy gondoljuk, hogy nagyon gyorsan szükség van erre az átfogó béremelési programra, és megcsinálható, azt mutatják a számok, csak rá kellene szánnia a pénzt a kormánynak. Sok mindent lehetne még erről beszélni, igen, csak nem akarom, hogy az utolsó témánk, és pontosabban utolsó előtti témánk kimaradjon, ez ugye a földtörvény, illetve a föld árverések témaköre. Erről is ejtsünk néhány szót, mi az MSZP álláspontja ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy egy tőmondatban könnyen összefoglalható, és aztán majd kibontjuk. Azt mondjuk, hogy az elmúlt 25 év legnagyobb kormányzati gazemberségére készül a kormány.
Itt ugye 380 ezer hektárnyi állami földnek az elárverezéséről van szó, miközben egyébként ez a párt, ez a kormány volt az, aki sok-sok éven át mondta, hogy hát a legnagyobb állami kincs a föld, amivel egyébként egyet is lehet érteni, és azt nem szabad kiárusítani. Most éppen ennek az ellenkezőjére készül a kormány, hiszen ezek a földárverések, licitek van, ahol már elkezdődtek. A mi megyénkben november 23-án lesz az első ilyen árverés több szolnoki helyszínen, és azt gondolom, hogy joggal és megalapozottan feltételezhető, hogy ennek a hatalmas állami földterületnek egy jó része majd Fidesz közeli kezekbe fog kerülni, hiszen visszaemlékezhetünk arra, hogy amikor a bérbeadási program zajlott néhány évvel ezelőtt, akkor azt micsoda botrányok kövezték. Tényleg néhány példát hagy mondjak, mert pont Gőgös Zoltán volt itt nálunk a választókerületben, Kunszentmártonban ma egy hete, és ő nagyon sokat beszélt a földügyekről, mint ennek az ellenzéki szószólója, aki tényleg utána ment rengeteg ügynek, hogy valóban úgy történik-e a föld hasznosítása, hogy azt a bérleti szerződésekben egyébként leírták, és hát ő találkozott olyan esetekkel, hogy miután ugye szerződésben kellett vállalni, hogy mondjuk X szürke marhát kell tartani egy adott földterületen, ez volt a feltétele annak, hogy megkapja bérleménybe az a cég vagy az a gazda. Hát az történt egyébként, hogy földterületről földterületre hajtották ugyanazt a szürke marha csordát, hogy épp amikor ellenőrzés van, akkor hát ott legyen, és akkor lássa az ellenőr, hogy hát úgy van hasznosítva ez a földterület, ahogy azt a szerződésben meghatározták. De egyébként ugyanígy beszélhetnénk a kishantosi biogazdaság ügyéről, azt hiszem, hogy arról nagyon sokan hallottak, ott egy nagyon komoly biogazdálkodási kultúra zajlott, hát lassan évtizedek óta, ezt beszántották, elvitte egy kormány által kedvezményezett bérlő, és egyébként, ami pedig most van küszöbön, itt a földárverések kapcsán, hogy a nagyjából 230 éves mezőhegyesi állami földbirtokokat is most el fogják kótyavetni, élni, miközben egyébként például a magyar vetőmagtermelés 10%-a azon a területen, ott Mezőhegyes környékén történik. És még érdemes talán egy-két dologra visszautalni itt a bérleti dolgokkal kapcsolatban, amik néhány évvel ezelőtt zajlottak. Ugye ott nyerhetett műkörmös földterületeket, nyert olyan jogász, aki aztán hirtelen feltűnt a miniszterelnökség állományában, nyerhetett olyan pályázó, aki közeli rokon a országgyűlési képviselőnek, tehát itt számos olyan visszásság történt már akkor is, amiből joggal feltételezzük, hogy ugyanígy fog történni majd ez a sok-sok földárveréses esemény, ami ugye itt a küszöbön áll. Mi azt gondoljuk, hogy az állami föld az egy óriási kincs, és a Fidesz azt ígérte egyébként a választás előtt, hogy nyugat-európai modelleket fog alkalmazni. Mi megnéztük például, a holland modell az, hogy a hollandok nem adnak el egy négyzetméternyi állami földet sem, viszont bérbe adják akár 99 évre gazdáknak, ugye stabilitás van, előre tudják látni sok-sok évre, hogy mik a feltételek, mik a költségeik, és úgy tudnak gazdálkodni azon a földön. Na most ezek a földek, amiket el fognak árverezni, van olyan, itt megnéztem, amelyik 258 hektáros tábla egyben, azt mondják a szakértők, hogy közelítheti az 1 milliárd forintot majd ennek a táblának az ára. És ugye a kormány sokat hivatkozik arra, hogy itt majd a helyi gazdákat hozza a helyzetbe. Hát ki az a helyi gazda, aki akár ezzel az állami hitelprogrammal megtámogatva majd ki tud gazdálkodni egy ekkora pénzt, egy 1 milliárd körülit, de nyilván persze vannak kisebb földterületek. Na most nyilván nem véletlen, hogy itt árverésről beszélnek, itt licitről beszélnek. Itt attól tartunk, és azt gondolom, hogy sajnos ez sok-sok helyen be fog következni, hogy a helyi gazdák elől el fogják vinni majd a tehetősebb pályázókat, tehetősebb licittevők a földeket, és utána, ha szerencséje van az adott gazdának, akkor esetleg majd még bérleménybe dolgozhat a saját földjén, de hát azt nem kell mondani, hogy az mennyivel másabb körülményeket biztosít. És egyébként
amiért mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon komolyan előkészített ügy a kormány oldaláról, és nagyon komoly gyanú van arra, hogy majd haveri kezekre fogják juttatni a földeket, hogy például az aranykalászos gazda tanfolyamokon az elmúlt fél évben, egy évben nagyon sok olyan arc tűnt föl, akik hát nagy autókból öltönyösen, nyakkendősen kiszállva vettek részt a tanfolyamon, ugye feltétel, hogy legyen egy ilyen papír a kezében a pályázónak, de egyébként a helyi gazda kitétel sem azt jelenti, hogy az adott településen kell lakni, hanem 20 kilométeres körzetben. Na most ebben ezen az oldalon is voltak már olyan visszaességek, hogy például valaki egy békésmegyei templom címére van bejelentve, mint lakcím. Tehát már készülnek erre. Ez tényleg egy jól előkészített folyamat, sajnos azt tudom mondani. Itt már ugrásra készen állnak azok az emberek, akik nagyon komoly tőke birtokában majd le fogják nyúlni az állami földeket azok elől, akik tényleg helyben élnek és tényleg helyben gazdálkodnak. Ennek óriási veszélye van. Tehát ti továbbra is a bérlés. Mi amellett vagyunk, hogy maradjanak ezek a földek állami tulajdonban, és még egy aspektus érdekes lehet. Ugye azt mondja a kormány, hogy azért van erre szükség, erre az árverési programra, meg hogy helyi kézbe juttassák a földet, hogy ne jusson külföldiek kezére. De hát könyörgöm, hogyha nem adják el a földet, az állam birtokában marad, akkor hogy jutnak külföldi kézre? Tehát ebben rögtön van egy nagyon komoly logikai csavar. Tehát itt mellé beszél a kormány, itt mindenre hivatkozik. És tényleg az a gyanunk, és attól tartunk, hogy majd a végén, amikor lezárul ez az egész folyamat, majd akkor lehet látni, hogy ez a haver hány száz hektárt vitt el, az meg mennyi. Tehát látjuk, amikor ment a bérleményekkel kapcsolatban ez a dolog, hogy nem a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester érdekkörébe is azért sok száz hektár föld került. El fogják most kótyavetyélni az állam egyik legfontosabb vagyonát, ez áll küszöbön, és amit lehet ellenzékből, azt mi megtesszük annak érdekében, hogy ez másképp történjen, de hát nem látjuk a kormányzati szándékot, hogy ebben változás lenne. Riportunk végén csak néhány gondolat, ugye említetted, hogy több fórumot is tartottatok itt a térségben, itt a környéken. Ezek a fórumok milyen eredményt hoztak, milyen témakörökkel foglalkoztatok? Igen, benne vagyunk egy őszi fórumsorozatban, hiszen az önkormányzati választás óta eltelt már több mint egy év, parlamenti választás óta több mint másfél év, tehát azt gondoltuk, hogy bár sokféle formában jelen voltunk természetesen eddig is a településeken, akár aláírásgyűjtés, akár más események kapcsán, lakossági fórumot az elmúlt időszakban nem tartottunk. Most azt mondtuk, hogy a választókerület nagy településein érdemes lehet közvetlenül beszélgetni sok-sok olyan kérdésről, ami érdekli az embereket. Az elmúlt héten volt két ilyen rendezvényünk, amint említettem, Gőgös Zoltán agrárpolitikus, az MSZP elnök helyettese volt a vendégünk Kunszentmártonban. Szerdai napon, múlt szerdán Törökszent Miklóson Kórózs Lajos szociálpolitikus parlamenti képviselő járt nálunk. Azt megelőzően még két héttel ezelőtt Cserkeszőlőben Demeter Márta, országgyűlési képviselő, amiért örülök a kérdésnek, mert nyilván magam is felhoztam volna. Holnap folytatódik ez a sorozat itt Mezőtúron. 17:30-ra várjuk a közösségi házba az érdeklődőket. Lukács Zoltán, az MSZP parlamenti frakcióvezető helyettese lesz a vendégünk. Utána csütörtöki napon, tehát holnap után Tiszaföldváron Mesterházi Attila, immár ugye parlamenti képviselő lesz a vendégünk, ugye korábbi miniszterelnök jelöltünk, és jövő héten pénteken, 20-án pedig Martfűn a Művelődési Házban Újhelyi István európai parlamenti képviselővel zárjuk ezt az őszi fórumsorozatot. Tehát még egyszer elmondanám, mert itthon Mezőtúron ez az érdekes, holnap 17:30-kor a közösségi házban, igen, várjuk az érdeklődőket, Lukács Zoltán parlamenti frakcióvezető helyettessel. Tehát aki úgy gondolja, akkor 11-én látogasson el a közösségi házba. Én pedig köszönöm, hogy beszélgethettünk néhány témáról. Nagyon sok mindenről tudnánk, de folytatni fogjuk majd ezt hamarosan. Én jó munkát kívánok nektek. Köszönöm, és a meghívást is köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. A kedves rádióhallgatóknak és televízió nézőknek is köszönöm a figyelmet. Legyen szép napjuk, hallgassák továbbra is a Pont Rádiót, nézzék a Pont TV-t, és tényleg legyen szép napjuk. Viszontlátásra, viszonthallásra.